2023-ban több mint 4500 milliárd forint volt a költségvetési hiány Magyarországon, ez pedig jelentősen befolyásolja a hitelképességet. Szakértők szerint ezt 5-7 év alatt lehet lecsökkenteni, ha nullára nem is, de legalább elfogadható szintre. Gerhes Miklós 35 perc című műsorunkban azt is elmondta, a recesszió megállt, a süllyedés megszűnt. És bár még mélyen van a gazdaság, innen már lehet növekedéssel számolni. Erre pedig minden esély megvan. Nekünk alapvető erősségünk a gépiparban van, autóiparban, amely az elmúlt években a GDP-nek egy jelentős százalék, a magyar export 30-40%-át hozta az autóipar. Na most ebben bízhatunk, mert ugye újabb a kínai autógyár jön Szegedre, a BMW is lassan elkezd működni, tehát az autóiparban bízhatunk. Nem csak az ország, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye is, hiszen a most épülő déli ipari park egyik befektetője az a dél-koreai Dabuscope, amely szeparátorfilmet fog gyártani, vagyis az elektromos autók akkumulátorainak egy részét. Itt lesz a német Boyzen is, amely egy hagyományosan BMW beszállító cég. De nem csak az autóiparra támaszkodhat a térség. A mezőgazdaságunk tavaly is egy húzó ágazat volt. Na de hát ez a GDP termelésben a 10%-ot sem éri el. De egy húzó ágazat volt. Itt abba lehet bízni, hogy Magyarország exportképes termékeket fog tudni előállítani. Melyik ágazatban? Hát ugye a feldolgozóiparban lehetséges, ami mezőgazdasági háttérrel rendelkezik, vagy pedig a gépipari gyártásban. Tehát itt most a gépipari gyártás alatt nem csak az autóipart értjük, hanem különböző szerszámgépeket, és egyebeket, vagy elektronikai cikkekben. Abba mindig is jók voltunk. A régi KGST országban Magyarország volt az elektronikai iparnak a központja. Magyarországon közel 700 ezer kis és középvállalkozás van, amelyek egy jelentős része bedolgozott, vagy most is bedolgozik a nagy autóipari cégeknek. A szakértő szerint ezeknek a vállalkozásoknak a támogatásával, a cukorgyárak bentartásával és a bútorgyárak hazai kézben tartásával sok probléma megelőzhető lett volna. Itt a megyében nem egyszerű. Ugye én úgy tudom, tehát itt is vannak tervek, beruházások, nagy vállalkozásokra. Ez a megye mindig, lehet, hogy még nagyon a múltba gondolkodom, de mezőgazdaságban mindig jó volt. A háztáji gazdaságok, hát a megye dolgozói abból éltek, hogy valahol dolgoztak, de az igazi pénzeket meg a háztáiba termelték meg. A közgazdás szerint magas a vármegyei ős- és kistermelők száma. Erre korábban egy teljes szovjet piac is épült, ennek megszűnése is komoly problémát jelent a mai napig a helyi és a magyar gazdaságnak egyaránt.